Folytatjuk a ma reggelt egy sokakat érintő témával. Aki már próbálkozott lakáseladással, tapasztalhatta, hogy igen széles a paletta, azaz sok az eladó ingatlan itthon. Mit tehetünk, illetve tehetünk-e egyáltalán valamit annak érdekében, hogy a mi otthonunkon akadjon meg a szeme annak, aki vásárolni szeretne? Azonnal kiderül, Zalaegerszegre kapcsolunk, ahol Fraunhofer Márta kolléganőm egy eladó lakásban van ingatlan közvetítő vendégével. Parancsolj Márta, tiétek a szó! Köszöntöm a kedves nézőket, mi Zalaegerszegen jelenleg egy társasházi lakásban vagyunk, innen már kiköltöztek a tulajdonosok, ezt viszont szeretnék értékesíteni. Egyébként nagyon szép a lakás, azt gondolom, hogy nem lesz nehéz dolguk, de kérem akkor szakértő segítségét Berki Mónikához, fordulok a Duna House, a Zalaegerszegi értékesítési vezetőjéhez, jó napot kívánok. Hogyan fogjunk hozzá a lakás értékesítéshez? Gondolom, hogy első, hogy mikor meghirdetjük az eladó ingatlant, készítünk fotókat. Gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen, ugye? Így van, valóban ez az első lépés, egy jó fotó, ez adja el először az ingatlant, ez az első benyomás. Tehát nagyon fontos, hogy ne a bútorokat, hanem a teret fényképezzük. Fontosak az alaprajz, hiszen ez egy átláthatóságot ad egy lakásnak, és természetesen a hirdetési szöveg, ami a fő paramétereket tartalmazza. Hogyha ez megvan, ugye ez a hívószó gyakorlatilag, meglátja a kedves vevő, akkor fogja megtekinteni a lakást, amit lehet, meg szeretne vásárolni. Amikor már ki megy az ingatlanban, a lakásban a vevő, akkor nagyon fontos, hogy például rend legyen, tisztaság legyen, tehát a por, a kosz, az taszító lehet. Pakoljuk el például a cipőket a bejárattól, hogyha családi házat szeretnénk eladni, akkor havat azt takarítsuk el. Nagyon fontos az is, hogy átlátható legyen a tér, tehát a családi fotókat, személyes dolgokat pakoljuk el. Ez azért is jelentős, hogy bele tudja magát képzelni a kedves vevő, hogy ez akár az ő otthona is lehet. Ebben a lakásban, ahol most vagyunk, nagyon szép, letisztult, egyszerű, homogén színeket látunk. Az is fontos, hogy hogyan nézzen ki a lakás, esetleg újítsuk fel, mielőtt el szeretnénk adni? Igen, igen, ez nagy jelentősen csökkentheti az eladási időt, hogyha kis ráfordítást teszünk a lakással kapcsolatban. Gondolok, itt így van, tehát letisztult színeket látunk, lehet egy törtfehér, bézs falfestés, ami szintén azt segíti elő, hogy oda tudja magát képzelni az illető. Hogyha vannak esetleg hibák, hiszen használt lakást szeretnénk eladni, azokat kijavítsuk-e? Gondolok ilyet, hogy csöpög a csap, vagy esetleg nem működik a redőny? Így van, ez is nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha egy ablaktörés van, ezek nem nagy költségek, de szintén árnövelő hatása lehet, vagy a redőny, hogyha le van szakadva, ezt is mindenképpen javítsuk meg. Itt ebben a lakásban már beszéltünk róla, hogy viszonylag kedvező a helyzet, hiszen már nem laknak itt a tulajdonosok. Hogyha olyan lakást szeretnénk eladni, ahol élnek, akkor hogyan járjunk el? Nagyon-nagyon jó a kérdés, hiszen amikor megérkeznek a vevők, az lenne a legideálisabb, hogyha a család nem tartózkodna otthon, hogy zavartalanul meg tudják tekinteni a lakást, és ez elősegíti szintén az értékesítést. Beszéltünk már arról, hogy érdemes elrakni a családi fotókat, pedig ugye az amerikai filmekben azt látjuk, hogy kint van és mindenki még ilyenkor is mondjuk mutatni szeretné a családját. Igen, ezt hagyjuk meg magunknak, hogyha el akarunk adni egy lakást, akkor ezeket pakoljuk el. Rakjunk díszpárnát semleges színben, rakjunk gyertyát, halk zene szólhat, hogyha esetleg van kis állat, azt is ne legyen jelen, hiszen ez mind-mind zavaró tényező, mert a cél az, hogy amikor megérkezik a vevő, ő azt érezze, hogy igen, ezt a lakást szeretném, meg akarom vásárolni. Egyébként hallgatnak önökre az eladni kívánok? Nagy többségben igen, el kell, hogy mondjam, és volt jó tapasztalatunk is, nem is egy. Gyakorlatilag kis ráfordítás és az eladási időt tudjuk csökkenteni, és ahogy átbeszéltük, ezeket a dolgokat kell megvalósítani, és akkor sikeresen tudjuk értékesíteni az ingatlant. Berki Mónikának köszönjük szépen a nagyon sok jó tanácsot, kedves nézők, hallották, tehát ezeket a tanácsokat kell megfogadni, és akkor rövid időn belül sikerül eladniuk az ingatlanjukat. Fraunhofer Mártának Zalaegerszegről köszönjük a jelentkezést.